Sziasztok, a te hangod miért? Sziasztok. Sziasztok. Asztalunkon az L009-es router, amiből az első példányok megérkeztek, és ugye a korábbi katalógusokból, illetve a termékbejelentésekből már tudjuk, hogy ezt a 2011 utódjának szánja a cég, ami az árcédulán is látszik, a paraméterein, a portkiosztásán, sőt, a színén is. Igen, a színén is. Szóval, hogy emlékszünk a 2011-re? Majd 10 évig velünk volt. Nekem az első emlékeim kapásból egy Mikrotik User Meetinghez kapcsolják a dolgot, hiszen azt hiszem, hogy egy Mikrotik User Meeting alkalmával ajándékként kaptuk az első példányokat a cégtől. Sokféle apró változtatáson átesett a hardware, és emlékeim szerint első körben csak a vezetékes változatát lehetett kapni, tehát a wireless-es példány az később érkezett meg, de volt hozzá mindenféle far szerelhető ilyen security keret. Mondhatni, az első ilyen sokportos masszív rútere volt a cégnek, jó sokáig húzta amúgy. Bár hogy nyilván a fricskákat megkaptuk, tehát 5 gigabites port, 500 megabites port, ezek külön switch chipekként voltak bedrótozva ráadásul a rúterbe. Tehát ha most így a mai modern mikrotikes hardware portfólióból visszatekintünk erre a régi 2011-re, akkor igencsak érett már a csere, hogy ide is beköltözzön a Marvel, itt is megvesse a lábát, hiszen ez a régi platform még Atlas chipekre épült, ezért nyilván MIPS BL architektúra, és hát olyan, amilyen, de szerettük, mert alapvetően stabil volt, és beköltözött a vállalati hálózatainknak a front vonalában nagyon gyorsan. Bár mondjuk az egy ilyen kis plusz poén, hogy amúgy a 2011-es az a maga idejében sem volt azért egy sebességben annyira acélos jószág, ugye ahhoz képest, hogy akkoriban ugye beköltözött kb. A 750-es meg a 450G-nek a teljesítmény kategóriája közé. De amúgy... És talán azért is presszionálták annak idején a mikrotiket annyira, hogy kezdjen valamit azokkal a problémákkal, hogy például, ha egy már akkor nagy sávszélességűnek számító néhány száz megabites DOCSIS internetünk, vagy esetleg gigabites bérelt vonalunk, vagy ne, hogy Isten, később gigabites optikánk volt, akkor azoknak a sebességével nem tudott megbirkózni a 2011-es. Tehát azt tapasztaltuk, hogy 200-300 megabitnél azok a routerek befulladtak, mind natolásban, tehát a connection tracking táblának a kezelgetésében, mind pedig nyilván a szoftveres problémák miatt, tehát az két switch chipből érkező kereteket azért ott hajtogatni kellett megfelelő irányba, küldözgetni, másolgatni őket, szóval nem véletlenül született meg a FastPass, a FastTrack és egy csomó olyan technológia, ami felgyorsították ezeket a folyamatokat, nyilván úgy, hogy persze egy csomó szolgáltatást belül a packet flow diagramban kihagytunk. Szóval a 2011 az hozzájárult egy kicsit a RouterOS ilyen történelmi pillanataihoz is, ha úgy tetszik, hiszen sok technológiának a megszületésénél volt ott, most pedig mi vagyunk itt a temetésén. Bár igaz, hogy a 2011-est temetjük, de azért annyira nem szomorkodunk, mert itt van cserébe az L009-es, ami folytatja azt a vonalat a Mikrotiknél, mint már sok újabb eszközben is láthatjuk, hogy a MIPS-be és egyéb ilyen vegyes hardware platformokat végre próbálják egységesíteni. Bejött a Marvel és ARM chipek, amik szerencsére nagyon sok pozitívumot is hoznak. Például jóval nagyobb teljesítményt, ugyanabban a fogyasztás és méret kategóriában. Ez az architekturális gond zavart mindig a Mikrotiknél, hogy volt csúcsidőben, azt szerintem 9 különböző fél architektúra legalább, amire fordítottak RouterOS-t, és volt szerencsém nekem is részt venni olyan projektben, ahol embedded eszközre fordítottunk CC++ kódot, hogy ugyanaz a kód más architektúrákon is leforduljon, hát hogy is mondjam, nem elég a szoftver minőséged megfelelő legyen, ráadásul még a cross-compilernek is nagyon rendbe kell lennie, tehát akár ugyanaz a kód fordulhat más minőségben ARM-re, vagy MIPS BL-re, vagy PowerPC-re, vagy akármire, és hát azért volt itt felhozatal bőven. Mindenesetre én örülök neki, hogy az ARM-et választották, és látszik, hogy egységesedik a kínálat. Akkor nézzünk bele a dobozba. Szokásos
klassz barna kartont most is megkapjuk. De cserébe lapul benne egy nagyon csinos 5009-szerű jószág, ami kb. Ugyanazt a formfaktort kapta, mint az 5009-es. Ugyanaz a nagy hűtőborda, nagyon hasonló a portkiosztás. Az 5009-essel szemben annyi olcsósítást, azt már egyből látható, hogy a betápolás itt csak két oldalról lehetséges. Van, kapunk ugye egy klasszikus jacket, valamint egy AT-AFS PoE bemenetet, az Ethernet 1-es porton. Viszont ami egész örömteli, hogy kapunk egy teljesen kivezetett konzolportot is az eszközzel, így is követve a legtöbb 2011-est, a legtöbb 2011-esen is szintén megkaptuk a konzolportot. Itt viszont SMA csatlakozókat látunk, ami ugye előrevetíti azt, hogy odabent wireless csipek is laknak, és ha emlékeztek, akkor egy másik változás is történik a cég életében, mégpedig az, hogy eldobáljuk a régi AC Wave 1-es csipeket, és helyette hozzuk a Wave 2, illetve hát nyilván az újabb AX-es családot. Úgyhogy odabent Qualcomm IPQ-szériájú csipek laknak, de egyúttal csalódás is sajnos, mert megnézitek az adatlapot, akkor nem a már korábbi modellekből HAPA X4Z, HAPA X-köbből jól ismert, vagy esetleg a KEP-AX-ből ismerős csipet látjuk odabent, hanem attól egyel kisebb, szerényebb tudás a modellt, az 5018-ast. Az 5018-as, és sajnos bukunk két CPU magot. Illetve bukjuk az 5 GHz-es rádiónak a lehetőségét is, bár emlékeim szerint a 6018-nál is már az külön wireless chip volt, talán inkább ennek a mozaik architektúrának volt a része az, hogy könnyen hozzá lehetett kapcsolni a 2.4-es és az 5 GHz-es külső rádióvezérlésére alkalmas kis segédprocesszorokat. Szóval igen, csak 2.4-es az új L009-es. Szóval az L, de várjunk csak, mert hogy az L az végül is a rómaiban az 50-es, akkor ez mégiscsak egy 5009-es, vagy csak annak egy büdzsé változata, igen. Mitől is büdzsé ahhoz képest? Nyilván más csipekkel dolgozunk, szerényebb képességű eszközről van szó, nem kapunk 2,5 gigás rezes portot, és sajnos SFP plusz foglalatunk sincsen. Van SFP, de egy kicsit szerényebbek a képességei. De cserébe a szerényebb képességű SFP-ből már a kúrensebb verziót kapjuk, mert ez már képes 2,5 gigás moduloknak a fogadására a korábbi 1,25 gigabites klasszikus SFP port helyett. És akkor ha a blokkdiagramot megnézzük, itt jönnek az igazán izgalmas dolgok. Ugye a 2011-et azért kedveltük kevésbé, mert a portjai nyomorultul voltak megosztva, ugye két switch groupba tartoztak valójában, egy gigabites, illetve egy 100 megabites port groupra. Itt viszont a következő a helyzet. Van összesen 8 darab portunk, amelyeket egy Marvel chip, egy Marvel switch chip vezérel, és ez a Marvel switch chip intézi az SFP-t, illetve a 2-től 8-ig tartó tartománynak a rezes portja kapcsolását, a rezes portoknak a kapcsolását. És érdekes, hogy itt viszont az Ether 1-es port az, ami külön van vezetékelve, és az külön ehhez az IPQ 5018-hoz csatlakozik. Ennek részben nyilván az az oka, hogy a netinstallt, illetve a netbootot támogatni kell, illetve hát valószínűleg majd ezt fogjuk OnePort funkcionálásra használni, és hát így is úgy is natolni, rútolni, olyan dolgot kell majd tennünk ezzel a porttal és ezen keresztül, amihez kell, hogy a router management CPU-ján, a fő CPU-n átvezessük a forgalmat. Szóval miközben a switch chipekről, meg a port kiosztásokról beszélünk, még egy fontos apróság, hogy ez a Marvel switch chip, ami 2-től 8-ig, illetve az SFP foglalatnak a forgalmát fogja majd kezelgetni, ez egy 2,5 gigabites channel-lel kapcsolódik a management CPU-hoz, érdemes ezzel a ténnyel számolni, és ugye van egy külön gigabites csatornánk, ami pedig az 1-es portot köti be, mint korábban említettem. És akkor periféria oldal. Periféria oldal. Hát, amit így a szemből is látható, kaptunk egy teljes USB 3-at, másfél amper táp képességgel. Ugye már korábban említettük a konzolportot, ami még
kívül látszik, de a Babbage-ben kapunk 512 meg a RAM-ot, ami azért egy kicsit ilyen visszás egy ilyen eszköznél, mert ha úgy látjuk, ilyen félúton van az éppen a büdzsé 256 megához képest, és a már ilyen komolyabb egygigásokhoz képest, mint az 5900-es. Mert ugye 256 meg az mindenféleképpen kell az AX vezeték nélküli csomaghoz, vagy a Wi-Fi Wave 2-höz, ugye? Igen, ez egy fontos kritérium. Sajnos vannak olyan eszközök, amik ez miatt esnek ki a Pixisből, hogy ugyan ARM architektúra. És képesek lennének rá. De nincs elég memória. Valamint akkor kapunk még az eszközzel 128 meg a NAND-ot, ami azért jó, mert ezt végre már kettővé lehet particionálni. És akár két routeros példát is futtathatunk, ami a hetes világában azért, hát hogy is mondjam, nem éppen hátrány, mert ugye nagyon komoly küzdelem és folyamatos fejlesztés, nagyon nagy erői fejlesztés folyik még a hetes routeról sem, ezért jó, ha az a korábban tesztelt és működő példány még megmarad, mielőtt esetleg egy újabb verzióra, egy újabb példányra frissítünk. Valamint ugye már a tápolásnál korábban beszéltünk arról, hogy ATAF-es PoE bemenet is van rajta, de emellett ugye támogatja a klasszikus mikrotikes passzív dolgokat is, ami ebben az esetben annyira jó lehet, hogy például hogy egy SXT-t meg akarunk róla hajtani, viszont hogyha ATAF-es eszközt szeretnénk róla üzemeltetni, hát azt sajnos azt elfelejthetjük ebben az esetben. De azért valljuk be, hogy olyankor úgy is veszünk mellé majd egy rendes PoE switchet. Nem hiszem, hogy ez akkor limitáció. Tényleg arra gondolok, hogy itt esetleg az ilyen wireless szolgáltatóktól kapott CP eszközök megtáplálása, tényleg az ilyen LTE-képes tartalékvonalaknak a betáplálását lehetne erről, vagy lehet erről jól megoldani, hiszen kapcsolható ez a PoE kimenet, újraindítható az eszköz. Igen. Szóval nem haszontalom. De nézzünk bele a burkolóba. Csaltunk. Mert hogy a csavarok egy részét már előre kiszedtünk. Igen, volt egy kis sneak peek az eszközbe. De szeretnénk megmutatni belülről is, hiszen a Mikrotik hardware minősége a színfalak mögött is komolyan változik az idővel, és szerencsére a jó irányba. Igen. Már például ha AX négyzetnél, vagy az AX köbnél tapasztalható nyák minőséget kapjuk, igazából ugye sok extra látnivaló nincs a nyákon. Ugye megkapjuk a tápvonalakat, szokásos kondikat, viszont... Ami nekem nagyon tetszik, ez az RF vezetéknek a rögzítése, illetve hogy végre átálltak tisztességes MMC-X csatlakozóra belül. Ezeket az ilyen melegragasztóval oda gányolt UFL-eket már ismerjük a korábbi modellekből. Hát nem túl szerencsés. Találkoztunk olyannal, ahol a szállítás közben azok azért csak lepattantak, vagy esetleg egy lejtés következményeképpen. Azért az MMCX az egy stabilabb. Igen, az MCX egy stabil csatlakozó. Valamint, hogy itt még maga a vezeték elvezetésén sem spóroltak. Nem csak egy ilyen kis öntapadós kábelrögzítőt kapunk, hanem rendesen a nyákba forrasztott integrált ilyen kis karmokat. Viszont mondjuk például a 2011-eshez képest itt azt láthatjuk, hogy ez a nyáklap nem nagyon ilyen multi-footprintes, már igazából mondhatjuk azt, hogy talán a legfullosabb eszközt kaptuk meg ebben az esetben. Elképzelhető, igen, a gyártónak néha vannak ilyen büdzsé húzásai, hogy úgy tesznek olcsóbbá egy eszközt, hogy lefelejtenek róla néhány alkatrészt, tehát ebben az esetben mondjuk lehet, hogy majd lesz olyan olcsóbb példány ebből az L009-esből, amin majd nem lesz esetleg Wi-Fi, nem lesz SFP foglalat. Hát, ugye, igen, SFP foglalat, vagy USB. Alapvetően szép. Ez a borda nagyon masszív, és hát nyilván az alul lévő főprocesszort, illetve a wireless képességekhez fűződő processzorokat hűti ez a felület. Azt hiszem, hogy 5009-ből már jól ismert módszer ez. Tetszetős. Valamint akkor itt most lenne egy kis szolgálati közleményünk, hogyha még nem tapasztaltátok volna, de a Mikrotiknek az új eszközeinél már sok eszköznél beégetett admin jelszóval találkozhatunk, amire azért érdemes odafigyelni. Szóval nézzétek meg mindenképpen a kis matricákat, hogyha esetleg nem tudnátok belépni az eszközötökbe. És ugye nem csak a készülék aján lévő matrica, hanem az nem minden esetben teljesen beszédes, hanem például a
a HapaX köbnél láttuk azt, hogy ilyen kihúzható kis kutyanyelven van rajta ez a jelszó. Nézzetek körül, az eszköz körül, hogyha esetleg a belépéshez szükséges jelszót keresitek, mert tényleg ez lesz az új gyakorlat, tehát ezt körülbelül a nyár közepén jelentette be a cég, hogy a mostantól forgalomba kerülő eszközöknél már gyári jelszóval, előre kódolt jelszóval érkeznek majd a berendezések. Ő volt az L009-es, remélhetőleg későbbiekben a további változatokat is majd tesztelhetjük és kezünkbe foghatjuk. Kövessetek minket! Sziasztok!